Tovább folytatódik az Együtt PM támadása Rogán Antal ellen. Most két garást is találtak, amelyeket Rogán ugyancsak nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Vallja be, hogy milyen van még, mi az, amit eltitkol. Juhász Péter sorra vette Rogán Antal budapesti ingatlanjait. Egy 150 négyzetméteres budai luxuslakást, és egy másikat, amelyben felesége és Rogán Antal hivatali helyettesének neje a tulajdonos, körülbelül fele-fele arányban. Két egyenként 10 milliót érő garázs is a politikus nevén van. Juhász Péter szerint ez a tétel ugyancsak hiányzik Rogán Antal vagyonnyilatkozatából. Ilyen vagyonra nem lehet szert tenni. Kerékbárci Szabolcs szerint ennyi pénz csak tisztességtelen úton jöhet össze egy polgármesternek, aki egyben képviselő is. Ekkora vagyonra csak úgy lehet szert tenni, hogyha valaki a közpénzek megdézsmálásából él részben, vagy B, hogyha korrupcióból szerez valamilyen úton, módon ilyen vagyon. Az Együtt PM már kezdeményezte Rogán Antal vagyonosodási vizsgálatát az adóhatóságnál. Most azt szeretnék, ha visszaléptetnék a politikust a képviselőjelöltségtől, és Rogán Antal elszámolna, miből tett szert ilyen vagyonra. A Fidesz szóvivője szerint viszont nincs ügy, ugyanis Rogán Antal szabályosan átvezette az ingatlan bővítését a vagyonnyilatkozatán. Az, hogy a szocialisták alelnöke Grásztól Zürichig 100 milliókat rejtegetett, és készpénzben utalgatta, vagy készpénzben vette ki és adta a pénzeket, ez nem összemérhető azzal az üggyel, amit most próbálnak kreálni baloldalról. Az ellenzéki politikusok erre úgy reagáltak, a szocialisták kizárták az érintett elnök helyettest, és azt követelik, tegye ezt a Fidesz is a megkérdőjelezhető módon meggazdagodott tagjaival.